Szerencsés embernek tartja magát dr. Tormási György, aki munkája során bejárhatta az egész világot. Nyugdíjazása előtt évtizedekig a hazai műsorszóró cég magas beosztású műszaki munkatársa volt. A rádió és tévé adóberendezések beszerzésével foglalkozott. Így Japántól az Egyesült Államokig mindenhová elvitte az élet, és ekkor alakult ki étlapgyűjtő szenvedélye. A gyűjtemény egy részéből nyílt kiállítás most a Lipták Gábor Városi Könyvtárban, Étlappal a világ körül címmel. A 650 darabból álló étlap kollekció igazi érdekességeket is magába foglal. A tárlatot megnyitó Boda Balázs képzőművész azt mondta, a sok éven át gyűjtött étlapok kortörténeti lenyomatok, megismerhető általuk az egyes korszakok étkezési kultúrája, az adott országra jellemző gasztronómia. A gyűjtő 40 országban járt, szinte mindenhonnan hozott étlapot. Valójában több oldal indított engem arra, hogy ezt a kiállítást is így összehoztuk. Az egyik az volt, hogy ez egy nagyon érdekes információt ad olyan embereknek, akik én most nem büszkeségből mondom, akik nem annyira szerencsések, hogy a munkájuk folyamán 20-30-40 év alatt sok országba ellátogatnak. Hogy annyi sok érdekes, színes dolog van ebbe, hogy azt gondoltam, hogy nézzék meg az emberek, egy kicsit kerüljenek közelebb ahhoz, ami ennek a furcsa kultúrának, mert valójában az, de a gasztronómiának már a része, már az iskolába, a gasztronómiai iskolákba tanítják az étlapkészítést, és az ottani világ meg annyira más, és annyira különbözik a mi világunktól, hogy itt olyan étlap például nincsen, ami ugyanebben a korban Magyarországon úgy nézett ki, hogy volt egy gépelt papír, és be volt írva, hogy pirbul pár káp 48 forint 50. Ezek mind színesek, érdekesek, és még egy van, hogy én szeretek úgy történeteket mesélni, és ennek mindegyiknek története van. Olyan étlapok is vannak, amik ma nem léteznek. Azelőtt a fapados régi társaságok nem voltak. Én soha nem utaztam első osztályon, mert a cég a business class fizette, csak azért, mert más osztály nem volt. De a repülőgépen látnak ott olyan étlapokat, gyönyörűeket, ahol 5-6 féle menüből lehetett kaját választani, aki a repülőgépen utazott. Tehát ez például ma már a múlté, ez egy ilyen szép történet, ha az ember így veszi, de van olyan is, amit megvan ma is, hogy a szállodákban van ez a ne zavarjanak kiakaszható valami, a jobb szállodákban annak a másik oldalán rajta vannak a reggelire megrendelhető ételek, és ott rögtön meg tudja kérni a másnap reggelire valóját, és azt a szobába hozzák. Tehát nagyon sok ilyen furcsa, nekünk ma már esetleg nem is megszokott, hát ilyen étlap is szerepel itt. A július 2-áig látogatható étlapkiállítást a Palóznaki Szőlőhegy Egyesület, a Palóznak Jövőjéért Alapítvány és a Füredi Könyvtár közösen hozta létre.